A jól megtervezett és megépített és könnyen fenntartható kert alapja az a végiggondolt és jól megépített gyepszegély. Ez gyakorlatilag az üzenetünknek a lényege. Gondoljuk végig, hogyha van egy 600-800 négyzetméteres kertünk, akkor abban általában olyan 400-500 négyzetméter az a gyepfelület. Erről is lehetne sokat így gondolkodni, hogy miért van ez így, de valamiért a magyar kertbarátok azt gondolták, hogy minél nagyobb felületen van gyep, az nagyon jó, a gyerekek tudnak rajta játszani. Akkor, amikor ilyen gyerekbarát kertek kialakításáról beszélgetünk, akkor mindig azzal szoktam kezdeni az előadást, hogy hát amikor a gyerekeknek tervezünk kertet, akkor érdemes lenne megkérdezni a gyerekeket is, hogy őket mi az, ami igazából lázba hozza. Vagy meg kell kérdeznünk saját magunkat, hogy mi gyerekként milyen kertekre emlékszünk szívesen. Hát azokra a kertekre, amelyeket jellemzően manapság építünk, illetve már az elmúlt évtizedekben is valamiért így alakultak ki a kertjeink, hogy középen gyepfelület van, és akkor körbe örökzöldek, vagy valamilyen növények, hát ezek teljesen monoton, illetve unalmas kertek. Nem csak a gyerekeknek, hanem a gyerekeknek végképp, de nekünk is. Hát sokkal inkább az ilyen különböző lakásalaprajzú kertek, illetve hát azok a zegzugokkal teli kertek, ahol a gyerekek tényleg tudnak játszani, de valamiért ezeket így alakítottuk ki, ezeket a kerteket, de hát most van rá lehetőségünk, hogy ezeket szépen lassan felszámoljuk és megváltoztassuk, és valóban izgalmas kerteket hozzunk létre. Ugye már, hogyha kimegyünk a kertünkbe, és már mi magunk kertulajdonosunk, és hogy az első pillanatban, hogy elunjuk, mert ugye azonnal átlátunk mindent, hát akkor mitől lenne kedvünk ott ugye dolgozni, meg ugye hozzátenni ehhez a kerthez. Szóval a lényeg az, hogy van ez az óriási gyepfelületünk, és akkor jellemzően ugye körbe vannak ezek az ágyások, és a kettőt azt elválasztja valamiféle szegély. És hát erre a különböző barkács áruházak kínáltak egy megoldást, ezt a úgynevezett ilyen faszegét, ezt ugye biztos mindenki ismeri, meg már mindenki kétszer vette újra, meg kidobta. A lényeg az, hogy ugye ez ilyen hasított fából van, és akkor mögötte ilyen huzallal van összekötve. Mit gondolnak, melyik megy előbb tönkre, a fa vagy a huzal? Na ez most ugye, tehát érezzük, hogy ez mennyire vesztes játék ez a történet, mert előbb tönkre megy a mögötte lévő huzal, ami összeköt, és aztán mondjuk egy-két éven belül elrohad, mert tényleg ilyen cérnavékony huzal, és akkor utána pedig ezek a fák is szépen lassan kidőlnek. Hát aki már próbált kivenni ilyet földből úgy, hogy sáros és el van szakadva a huzal, hogy ő majd megszegeli, meg megjavítja, tehát ez egy reménytelen küzdelem, tehát többnyire ezeket utána kidobjuk. De még nem ez a legnagyobb probléma. Bármiből is építjük, láttam én már üvegpalackból, törmeléktéglából, mindenféle borzalomból. A lényeg az nem is annyira az anyagválasztáson van, azon is, hanem az, hogy ez a szegély, ez egy függőleges szegély. És gondoljunk egy szép szombati napra, amikor anya kiküldi apát a kertbe, hogy na most már aztán nyírjad le a füvet, ameddig én főzök, és ő kimegy. És ezt a 400-500 négyzetmétert, ez gyakorlatilag egy 20-30 perc alatt akár egy villanyos, akár egy benzinmotoros fűnyíróval szépen le tudja nyírni. És akkor utána kezdődik minden kerti munkáknak a legrosszabbja, a gyepszegény nyírás. És akkor ezt vagy egy ilyen ínyvegyulladást okozó kis kéziollóval tesszük meg, és akkor le kell hozzá térdelni, de nem lehet igazából szépen ezt megcsinálni, legyünk őszinték. Vagy pedig valamiféle damilos vagy benzinmotoros, ilyen, amivel így a árokpartokat is szoktuk tisztítani, mert hogy arra valók, ilyen kézi kaszával, tehát ilyen motoros kaszával, amikor is gyakorlatilag kitesszük a növényeinket annak a veszélynek, hogy belenyírunk. Mert az ember ugye unja, a rossz munkát azt nagyon nem szeretjük csinálni, és bizony egy fához vagy egy bármilyen növényhez ugye ez odaér, és akkor ugye meg tudjuk sérteni a háncsát. Ugye azt érdemes látni, hogy ugye van mondjuk egy fa, hogy az egyszerűség kedvére egy fáról beszéljünk, és ugye a belső részén szívja föl ugye a vizet meg a tápanyagot, és a háncs részén, ami egy nagyon vékony, nagyon sérülékeny rész, ott megy le a tápanyag ugye a gyökérbe. Na most akkor, amikor ennek megsértjük a 20-30%-át, ami pillanatokon belül összejön, amikor ezzel a szegény nyíróval nyírunk, akkor gyakorlatilag leáll, lecsökken a tápanyagszállítása, a fa, ugye egy dísznövénynél nem kell, hogy elpusztuljon egy dísznövény, bőven elég, ha csak 20-30%-ban sérült, az már a díszítő funkcióját nem tölti be, tehát gyakorlatilag azzal onnantól kezdve már nem nagyon tudunk mit kezdeni. Érdekes téma, hogy megfigyeltem a városban, hogy, és ezen most gondolkozzanak el önök is, hogy hány olyan utcát látunk Budapesten, ahol valamilyen furcsa módon ugye mindig csak új fák vannak. Valahogy a fák rejtés módon soha nem nőnek meg Budapesten, meg a nagyvárosokban, meg az autópályák mentén. Miért van az, hogy mindig fiatal fák vannak?
Hát azért van, mert elültetik ezeket a fákat, utána jönnek a legények, akik nyírják teljesítmény órabérbe. Tehát, hogyha most mi lennénk a nyíró legények, mi ugyanúgy ezt csinálnánk, mert nincsen rá idő, hogy külön lehajoljunk, és a tányért ott kitisztítsuk kézzel, és aztán ugye nyírják a füvet ezekkel a damilos gépekkel, mivel hogy kis ország, szegények vagyunk, ezért mondjuk maximum egy évben egyszer vagy kétszer, ráadásul sokszor már akkora a fű, hogy a különböző ilyen cserjék vagy fák sokszor eltűnnek benne, és rendre a háncs részüket ugye elvágja. És hát ezért van az, hogy bár mondjuk egy utcai sorfa kiültetve az 100-200 ezer forintba kerül, tehát ugye elképesztő pénzekről beszélünk akkor, amikor kamion számra mennek ki a fáink Magyarországon, de mégis sajnos ez a helyzet, hogy emiatt a rossz fenntartási módszer miatt, és nyilván ez annak a felelőssége, aki ezt a munkát ugye átveszi, de lényeg az, hogy ezeket a hibákat mi magunk is elkövetjük a kertjénkben, mert nagyon sokszor megsértjük a növényeket. És akkor nézzük, hogy erre mi lehet a megoldás. Hát az lehet erre a megoldás, hogy a gyeppel egy szintben lévő szegélyeket építünk, tehát úgynevezett vízszintes szegély. Ezt tehát akkor úgy kell elképzelni, hogy van ugye a gyep felületünk, így ugye vízszintesen, és akkor mellé úgy építjük be ezt a szegélyt, hogy ez gyakorlatilag egy szintben legyen a gyeppel. Ha még valaki tovább akarja ezt gondolni, akkor a mögötte lévő ágyás ezen a képen jól látszik. A mögötte lévő ágyást, mielőtt beülteti az ember, ott egy ilyen tükröt alakít ki. Tehát a mögötte lévő ágyás egy picit lejjebb van, mint a gyep, hiszen akár a víz, akár a tápanyag, a szerves tárgya, akár háncsot, követ, évelőnövényt, bármit teszünk, annak jó, hogy egy picit alacsonyabban van, hogy onnan semmi ne folyjon rá ugye a fűre. Általában ugye a madárkák nagyon szeretik, ugye, akinek van otthon ilyen fenyőkérő, az tudja, hogy általában a reggeli kerti munka az a kezdődik, hogy a madárkák után rendet kell tenni, csak ide megyünk, és akkor amit a madárka hajnalban, de a madárkára nem lehet haragudni, meg egyébként sem lehet vele mit csinálni, akkor ugye azt vissza kell tenni. Ha picit alacsonyabban van, akár csak 2 centivel az ágyas, akkor jellemzően már azért akkorát nem tud kaparni rajta az a madárka, úgyhogy az ott nagyjából nem marad. Tehát egy szó mint 100, ilyen vízszintes gyeppel, gyepszinttel egy színben lévő szegélyeket érdemes kialakítani. Mégpedig úgy, hogy ezt érdemes valamiféle téglából vagy kőből kialakítani, tehát egyszerű építkezési téglából. Nagyon oda kell ugyanakkor arra figyelni, hogy hogyha elmegyünk egy tüzépre vagy egy barkácsáruházba, és azt kérdezzük, hogy hát én egy fagybiztos téglát szeretnék, akkor többnyire hátra se néz az eladó, hanem azt mondja, hogy ott minden fagybiztos, aztán hazavisszük. És a következőt tapasztaljuk, egy-két, hát nem a mostani tél után, de majd lesznek azért ugye megint hidegebb teleink, hogy itt a gyepünk, amire ugye óvjuk, védjük, vigyázzuk, itt finom tápanyagdús talajt töltöttünk fel, ugye aki már vett földet, meg foglalkozott talajjavítással tudja, hogy ez micsoda munka, meg pláne pénz, akkor itt belül a növényeinknél szintén ugye ott van a jó kis finom rostált, rágyás, darált földünk, és akkor itt van egy tégla, és akkor ilyen gyönyörűen szeletekre fagy. Tehát, hogy ezért nagyon fontos az, hogy fagybiztos téglát keressünk, ezért szoktam mindenkinek javasolni, illetve ajánlani az úgynevezett ilyen téglakereső körutat. A magyar társadalom az egyik fő jellemzője, hogy mindent szeretnek eltenni. Tehát az azt jelenti, hogy ha elmenjünk egy vidéki házhoz, vagy elmenjünk egy a kertvárosba sétálni vagy biciklizni, akkor ott általában azt szoktuk látni, hogy egy bizonyos téglából mondjuk megépült a családi ház, megépült mögötte mondjuk a melléképület, megépült a garázs, megépült a kutyaház, de még mindig maradt valamennyi tégla, és általában ezeket a téglákat egy ilyen kis kupacba el szokták tenni. Ugye, tehát akkor, amikor megyünk vidéken, vagy mondjuk vonattal, és így belátunk így az udvaroknak, kerteknek a hátuljába, akkor ott mindig szokott lenni általában egy téglakupac így leborítva, vagy akár le sem takarva. Na, hogyha ezek a téglakupacok, ezek hozzánk kerülhetnének, akkor egészen biztosak lehetnénk abban, hogy ezek a 30, 40, 50, 60 éve a kertben lévő téglák, ezek garantáltan fagymentesek, vagyis tehát garantáltan nem fognak elfagyni, tehát ilyeneket érdemes keresni. Ez azért is fontos információ, mert akkor, amikor így az ember beszél a kertépítésről, vagy megnézről egy videót, vagy olvasról egy könyvet, akkor általában a válasz a kertbaráttól az, hogy hát ilyen okosokat én is tudnék mondani, csak hát ugye ez mind-mind pénz kell. Úgyhogy én az összes ilyen tippemet igyekeztem úgy összegyűjteni, hogy hát azt nem mondom, hogy ingyen van, de hogy lehetőleg kevés pénzből ezeket ki lehessen hozni. Tehát én azt gondolom, hogy az, aki veszi a fáradtságot, és a 2014-es évét arra szánja, hogy az ágyás részeket és a gyepfelület részeket azért, hogy könnyen fenntartható legyen a kertje, elválasztja, akkor természetesen időt meg energiát ezt bele kell tenni, mint mindenbe az életbe, de gyakorlatilag ezeket a téglákat egy-két üveg boráráért meg lehet szerezni, veszünk hozzá egy pár zsák ilyen kézbetont, apára ezt rábízzuk, és egy pár hétvég alatt szépen elkészül.
arra kell figyelni, hogy akkor, amikor kitűzzük ezeket a vonalakat, akkor valamiért az maradt meg bennünk, hogy az ágyás szegélyek azok hullámosak. Nem tudom, ki indította ezt el, de hogy igazából az a lényeg, hogy sokan próbálnak nagyon megfelelni ennek a divatnak, hogy ezek hullámosak, és akkor ilyen 5 méteren belül ilyen, nem tudom, 3-4 hullám van, és ez nagyon bután néz ki. Tehát a kertben a legtöbb vonalat, a legtöbb növényegyüttest, azt, hogy azért valamennyire egy távolról látjuk, tehát nagyon fontos az, hogy inkább ilyen elegáns és határozott vonalakat húzzunk a kertünkben, a kertünknek a megtervezésekor. Arra is oda kell ugyanakkor figyelni, hogy akkor, amikor megépítjük ezt a szegélyt, akkor természetesen ez egy ilyen nagyon karakteres vonalat, ívet, formát fog adni a kertünkbe. De ne féljünk ettől, mert hogyha egy téglának mondjuk 10 vagy 15 vagy 20 cm-es a szélessége, akkor egyrészt egyik oldalról, ugye, ahogy nő a fű, egy picikét így rá fog nőni, a túloldalról pedig ugye a növények, a különböző évelő csoportok, amik ugye ezek a border ágynak itt az elején vannak, itt a fű felül részén vannak, ezek szépen majd be fogják nőni. De gyakorlatilag ezek a szegélyek, ezek csak a megépítéskor látszanak, később általában ezek eltűnnek. Természetesen nagyon fontos, itt ugyanúgy, ahogy mondjuk a kaspó választásnál, vagy egy kép és keret választásnál, amiről már később is fogunk beszélni, hogy gyakorlatilag az ágyás szegély az csak egy eszköz, és a cél az ugye a könnyen fenntartható kert, ugye a szép gyepfelület, illetve a szép ágyás. Tehát semmiképpen, hogyha az ember azt mondja, hogy hát ő nem keres téglát itt a szomszédoknál, meg nem vesz ilyen egyszerűbb térkövet, hanem vesz, tehát már láttam olyat, hogy vettek mondjuk ilyen hófehér, fehér, ilyen térkődarabokat, tehát hogy nem kell, hogy ez valami rikító színű legyen, mert ez a szegély ez pont akkor lesz jó, hogyha ez úgymond eltűnik később, és nem ezt látjuk. Ezt bőven elég lesz csak akkor látni, amikor majd ott a fűnyírónak a szélét rá tudjuk tenni. Tehát a fűnyírónak a szélső kerekeit. Tehát, hogy akkor visszatérve az alap problémához, tehát maga a fűnyírás pedig úgy zajlik, hogy a fűnyírónkat ugye rátoljuk a két kerekét, a két szélső kerekét ugye erre a szegélyre, és ez pont akkor a helyen van, hogy így akkor le lehet vele gyakorlatilag nyírni, tehát a teljes szegény írást azt meg tudtuk vele spórolni, ami azt gondolom, hogy a kerti munkáknál, a kertfenntartói munkáknál az egyik leghaszontalabb és legrosszabb munka. Itt egy zöld szobát láthatnak ezen a képen. Ugye beszéltünk arról, hogy a legtöbb kertünk az ugye nagyon gyorsan átlátható, középen van egy fűterület, valójában a külvilágtól sem tudunk kicsit elkülönülni, de a családtagok egymástól sem tudnak egy kis saját intim szférát kialakítani, és hát erre egy megoldás ez a zöld szoba. Igazából ez egy ilyen új trend Magyarországon, ami szépen lassan kezdi meghódítani a kertbarátok szívét. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a kertnek sem kell egy közös nagy területnek lennie, mert hát a lakásunk sem ugye így van kialakítva, de valamiért a kertjénket így alakítjuk ki. Tehát ez azt jelenti, hogy otthon sem úgy vagyunk, hogy egy nagy térből áll a lakásunk, és akkor ott a nappali, ott alszunk, meg eszünk, meg fürdünk, meg mindenféle, hanem vannak külön szobák. És a kertünket is ugyanúgy ki tudjuk alakítani, természetesen kell, hogy legyen közös tér, de ugyanúgy a különböző kis saját birodalmakat ki lehet alakítani, és hát ne felejtsük el azt, hogy akkor, amikor a kertépítésről beszélünk, akkor persze sokan mondják, hogy hát ennyibe meg annyiba kerül, de játszunk el azért azzal, hogy van egy 100 négyzetméteres házam, amit rendben az év 12 hónapjában tudok használni, és van mondjuk egy 500-600 négyzetméteres kertem. Hát próbáljon meg valaki, ez a zöld szoba, ez hát mondjuk azt hiszem olyan 50 négyzetméter az egész terület, és a belső hasznos rész az 30 négyzetméter. Próbáljon meg valaki a 100 négyzetméteres házához meg 30 négyzetmétert hozzátenni, mert szeretne mondjuk egy új szobát vagy valamit kialakítani. Hát számoljuk ki ugye annak a költségét, és számoljuk ki annak a költségét, ugye hát töredéke lesz nyilvánvalóan, hogyha a kertben hozunk létre egy szobát, ami természetesen lehet, hogy a 12 hónapból csak 7-8 vagy 9 hónapon keresztül lehet használni, de hát azért akkor is az életterünket tudtuk megnövelni, és ennél ugye itt azért a gyepszegélyeknél beszélünk erről, mert itt ennél a zöld szoba kialakításánál, tehát mindegy, hogy milyen formákat alkotunk a kertbe, itt is látjuk, hogy nagyon szépen sziszifuszi munkával körbe lett építve ezzel a gyepszegélyel, tehát tökéletesen lehet ugye nyírni. Van egy pár dolog a kertben, amin nem érdemes sokszor változtatgatni, az egyik például ilyen a gyepszegély, tehát hogy
Persze az se jó, ami a válság előtti években, évtizedekben volt jellemző Magyarországon, hogy valakinek volt 4-5 millió forintja, és azt mondta, hogy na, építsük meg a kertet, és akkor tényleg leültünk június 1-én és június 15-én át volt adva a kert, 2 hét alatt elkészült, és tulajdonképpen, mert ugye a pénz nem volt akadály, akkor jött a kertépítő, megépítette a kertet, hogy valójában mindig arra jöttünk rá utána, hogy hát gyakorlatilag a kertépítéshez ugye meg kell érni, tehát a kertbarátnak is végig kell gondolni azt, hogy ő mit szeretne, és hogy azok a formák, azok a növénybeültetések, azokat ő valóban szeretné-e. Tehát gyakorlatilag egyáltalán nem probléma, hogyha ezeket szépen lassan építjük föl, de egy stratégiának, egy koncepciónak, egy tervnek, amit akár kerttervezővel rajzoltatunk meg, akár mi magunk gondoljuk át otthon, mindenképpen lenni kell, tehát valamiféle stratégiának, amire aztán fölfűzzük évek folyamán azokat a lehetőségeket, azokat a munkáinkat, amiket meg tudunk csinálni. És akkor ezek a szegélyek, ezek természetesen egy határvonalat képeznek ugye a kertben. Tehát hogy egy F felület és ugye ágyások. És akármennyire is az ágyásoknál, tehát az ágyásoknál ott ugye utána úgy alakulnak ki a növények, hogy ugye vannak az ilyen laposabb kúszó, ilyen évelők, utána esetleg ilyen magasabb rózsák vagy cserjék, aztán az örökzöldek, aztán a különböző hangulatért felelős karakteres növényeink, majd később azok, amelyek ugye befutják a kerítésénket, tehát ugye ez mindenképpen egy lépcsőzetesen szokott felépülni, de akkor is utána ugye van egy ágyás szegély, és utána ugye rögtön jön a gyepfelület. És ezt a nagyon hát feszes felépítést lehet oldani azzal, hogy a gyepszegély és a gyepfelületnek a találkozásánál abban a sávban egy fél méteres vagy méteres részre 100-szor szépet vettünk bele a fűbe. Oda egyébként érdemesebb ilyen kifejezetten lassan növő fűmag keveréket vetni. A világ kertbarátai igazából két részre oszlanak, a tekintetben, hogy a gyepfelületbe legyen-e virág, vagy legyen-e bármi más, mint a fű, vagy sem. A kertbarátok egyik része bármit megtenne, és tízezreket költ rá minden évben, hogy kiírtsa a kétszikű, meg a mindenféle növényeket a gyepből, mert ő azt mondja, hogy a fű, az legyen fű, és az legyen teljesen homogén, és rendezett, és tiszta. A kertbarátoknak egy másik csoportja, ez általában inkább a hölgyekre jellemző, pedig szeretné, hogyha mindenféle virágok lennének benne, és szintén tízezreket költ arra, hogy különböző százszor szépeket és mindenfélét meghonosítson. Ez csak akkor nagyon drága mulatság, hogyha a B-hobbi előbb van, és aztán jön az A-hobbi, tehát hogy gyakorlatilag hogy érdemes eldönteni, hogy melyiknek hódolunk. Én azt mondom, hogy lehet a kettőt egyszerre csinálni, tehát ez azt jelenti, hogy maga a gyepfelület nagy része az tényleg legyen homogén, és ez legyen egy könnyen átlátható, jól karbantartható fű, de a szélére, pontosan azért, hogy oldjuk egy kicsikét ezt a feszességet, hogy végig a fűnek szegély és növények jönnek, az pedig érdemesebb százszor szépen vagy valami virággal vetni.